Győr az európai női kézilabda fővárosa most már egyértelműen, efelől nem hagyott kétséget Ambrosz Martin csapata a BL idei sorozatában elért 16 győzelmével, a finálét is ugye oda visszanyerték a 30 éves Görbicanit a szülinapi ajándékaként is a hölgyek. Európai szupercsapat alakulhat, amely korszakot is teremthet a trónon, ahogy azt tette egykor a szomszédvár Bécs Hipója. Szezonértékelés és tervek Kelecsényi Ernő klubelnöke. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Gratulálok a sikerhez, elnök úr! Köszönjük szépen! Tegye a szívére a kezét, szombat óta mennyi alkoholt fogyasztott? Hát elég sokat, de én azt hiszem, hogy ez most jár, és nem is elsősorban nekünk, hanem a társaságnak, közösen. A társaságnak közösen együtt éljük meg ezeket a pillanatokat, és természetesen egymásra figyelünk elsősorban, és nem arra pontosan, hogy most ki mennyit fogyaszt mondjuk az alkoholból. Így utólag a döntő két mérkőzése előtt mennyire kavargott önben az a gondolat, hogy hát mi lesz, ha nem lesz meg? Akkor is úgy gondolt rá, hogy ha nem lett volna meg, menni kell tovább, és akkor meg lesz jövőre. Hiszen a cél, a végcél az mégiscsak az, hogy meglegyen újra, újra, meg újra. Tehát, hogy kezdődjön el, induljon be a gép. Természetesen, hogy nem ez a most vagy soha volt a legfontosabb érzés a döntő előtt, de nyilvánvaló, hogy a mostani érzés az azt igazolja, hogy azért így más fölkelni reggel, és bemenni az irodába, és ránézni a kupára, hogy ott van minden reggel. De én azt hiszem, hogy a hosszú évek építkezése és a klubot valamikor építeni elkezdők munkája az mostanra érett úgy be, hogy minden adott volt ahhoz, és minden együtt állt ahhoz, hogy megnyerjük. A két döntő előtt nekem már többségében pozitív és jó érzéseim voltak, mert minden nap együtt élve a csapattal, a lányokkal láttam azt a hihetetlen elszántságot, azt a mennyiségű munkát, azt a koncentrációt, amely nekem azt mondta, hogy ez nem történhet meg, hogy ez a csapat ezt most nem tudja megnyerni. Így utólag árulja már el, hogy amikor megegyeztek, vagy amikor felkérték Ambrosz Martint, aki teli találatnak bizonyult, hogy vállalja el ezt a csapatot és jöjjön Győrbe vezetőedzőnek, akkor ő hezitált valamennyit, vagy kérette magát? Nehéz volt meggyőzni, és mivel lehetett meggyőzni? A válaszom egyértelműen nem. Tehát én azt hiszem, hogy a legfontosabb hozadéka az elmúlt 20 évnek az európai kézilabdában az, hogy a Győr már tavaly előtt is, annak ellenére, hogy nem nyerte meg a VL-t, de tényezője volt az európai kézilabdának, női kézilabdának. Így nagyon sok információ szerezhető be rólunk mindenhol. Ambrosz Martin, mint ahogyan a munkájában is, a mindennapjaiban is, úgy a tárgyalásokon is felkészült volt, tehát tudta, hogy körülbelül mi vár rá. Így én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon gyorsan megegyeztünk, és utána már csak a munkáról, a tervekről és a jövőről beszélgettünk. És megígértem a szerződésekor önnek előre, hogy első évben BL győzelmet hoz? Ilyet egy edző nem tesz meg, de soha nem felejtem el azt. Nem az első beszélgetés volt, talán a második vagy a harmadik, amikor szóba került a tavalyi döntő, tehát amikor közvetlenül utána voltunk. És hát a most már ismert félmosoly és huncut ravasz szemöldök összehúzás mellett azt mondta, hogy én ezt neked meg fogom nyerni. Azt mondta egyébként, azt nyilatkozta most, hogy Győrben jobb edző lett. Melyik az a tulajdonság, amit legjobban csíp benne, hogy így mondjam? Egy fantasztikus ember, tehát én azt gondolom, hogy elsősorban az emberi tulajdonságai azok, amelyek olyan edzővé teszik, amilyen, mert hát nyilván a szakmát meg lehet tanulni. Én azt hiszem, neki minden lehetősége megvolt, hogy a szakmát megtanulja játékosként, korábban edzőként, de az emberi tulajdonságai azok, amelyek őt olyanná teszik, amilyenné, ezért tudott ebből a társaságból egy ilyen összetartó közösséget egymásért a pályán meghalni képes csapatot kovácsolni. Leszerződtek már vele a következő szezonra?
Ugye köszönöm, hogy fölteszi ezt a kérdést, mert ugye amikor egy hete, vagy nem tudom, néhány napja telefoninterjúban beszéltünk, ugye akkor nem reagáltam erre úgy, ahogy kellett volna. Tehát Ambros Martinnak egy három éves szerződést kötöttünk, amikor szerződtünk, tehát ez a kérdés föl nincs, sem merül. Nincs kérdés, nincs, nem kell módosítani. Nincs kérdés, létező. nem kell vele erről tulajdonképpen beszélni. Ezzel együtt én természetesen azt szeretném, hogyha ha minél hosszabb ideig ő lenne a Győri Audiertó edzője, de nyilván ezek a kérdések nem kerültek az előtérbe az elmúlt napokban. No, amikor itt legutóbb telefonon beszéltünk, akkor szó volt egy extra jutalomról, amit még akkor értelemben nem árult el, mert meglepett, és megkapták azóta a lányok ezt az extra meglepetést? Nem kapták meg, mert mindennek megvan a rendje és az ideje, és szeretném hangsúlyozni, ugye ez a másik olyan dolog volt, amire nem reagáltam kellő határozottsággal a telefoninterjúban, tehát extra meglepetés lesz, nem extra jutalom, és ez nagy különbség, én azt gondolom, de mindenképpen olyan lesz, ami a lányoknak örök emlék, és nyilván, hogy mivel meglepetés, és még előttünk van, ezért nem szeretném elmondani. Világos. De hát addig még, ha jól értem, hogy mindenek megvan a maga idején, például meg kell nyerni a Magyar Kupát? Így van, hát a lányok most Ambros Martintól kaptak néhány nap jól megérdemelt pihenőt. Ambros szintén hazautazott, hétfőn folytatódik a munka, jövő hét az a Magyar Kupa négyes döntőről szól. Motiváló lesz ez egy BL serleggel a vitrínben? Én azt gondolom, hogy igen, hiszen pont ez ennek a csapatnak a sajátja, hogy minden helyzetben a legtöbbet, a maximumot próbálja nyújtani, és hát én azt gondolom, hogy ez a, tehát egy évben, egy szezonban megnyerni mind a három trófeát, azért ez legalább akkora kihívás, mint a BL győzelem, tehát mindenképpen motiváló lesz. Elnök úr, kell-e még erősíteni ezt a keretet, és mennyire kell, hány játékosra? Az erősítés nem tudom, hogy a megfelelő szó-e. Én azt hiszem, hogy a távozókat mindenféleképpen megfelelően kell pótolni, és hát régóta tudjuk, hogy Andrea Lekic és Jovan Karadzsevics úgy döntöttek, hogy távoznak, így a szakvezetéssel egyeztetve gondoskodni kellett a pótlásukról, és én azt hiszem, hogy megfelelően gondoskodtunk is. Szakmailag ez talán még egy, ha lehet így fogalmazni, egy élesebb megoldás lesz, mint a mostani. Ne csigázzon tovább. Én úgy hallottam, hogy megállapodtak Bulatovicsa. Igen, megállapodtunk vele, alá is írta a szerződését, tehát július 1-től a Győri Audiertó játékosa. Ugyanez igaz Bódi Bernadettre, aki Jovan Karadzsevics helyére érkezik, és Orbán Adriennel ketten fogják megoldani a jobb szélső posztot a következő szezonban. És még ami ugyancsak nagyon jó hír, hogy Raftervel is úgy döntött, hogy marad. Még egy évig marad. Tehát egy szuper védekező specialista. Így van. A védekezés Görbic Anitája, szokták mondani. Tehát én azt hiszem, hogy ha arról beszélünk, hogy megerősíteni, akkor én szerintem ez a keret a következő szezonban is a BL győzelem esélyese lesz. Hát igen, ez durran legalább akkorát, mint azok a bizonyos pezsgős üvegek a győzelem után. Jó volt az a hasonlatom az elején, hogy itt egy hosszú távon egyeduralkodó új hipó alakulhat Győrben? Hát új hipó semmiképpen sem. Nyilván szeretnénk ezt a múlt szombaton megismert érzést prolongálni a lehető legtovább, mert ez semmivel nem hasonlítható. De én azt hiszem, hogy a 80-as, 90-es években a hipó széria egészen más feltételek mellett, egészen más körülmények között született. Ezzel együtt nyilván kalapot emelt előtte mindenki. Mi szeretnénk a magunk útját járni, folytatni azt az építkezést, amit elkezdtünk, és hát ennek része az, hogy a következő szezonban is harcba szállunk a BL trófeáért. Hát akkor azért az nem egy képtelen vízió, hogy mondjuk, hogyha itt 5 év múlva beszélgetünk, akkor azt mondjuk, hogy hát ha nem is 5-szörös, de 3-4-szeres BL győztes csapat elnökeként ül itt. Legyen így.
Igen, akkor legyen, és ez már egy ilyen mini hipószéria, hogyha más is a helyzet. Jó munkát hozzá, meg hát persze jó ünneplést is. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Köszönjük szépen.